Igen. Van a fontos, hogy most kibaszol az ingatlan szívük, a felizó, diszkretel a hizmányunk. Probléma. Na, Benny, akkor? Mikor jöjjön? Römön a helyics. Ebben a pillanatban. Most jöjjön. Römön, akkor most a Römön de Párt. Hova jöjjön? Hova jöjjön? Hova jöjjön? Most egy kicsit is. Salone dulciuri, unde ducem? La dulciuri la toșă. Dar mașina mi se. Nici pe toată. Nem kevés tortúra után végre sikerült átjutnunk a határon. Itt vagyunk az Aradi megyei kórházban. Beszélgető partnereink, akikkel legelőször találkoztunk, a megyei kórház. Én a technikumban dolgozom, mint technikus, műszaki rajzoló vagyok és technikus, és a villamos árammal foglalkozom. Ez a feladatom itten, ilyesmivel foglalkozom. Hát, asszisztensnő vagyok itten. Akkor, amikor legelőször megjelentek itt magyarok, mire gondoltak? Hát arra gondoltunk, hogy jó, hogy itt vannak mellettünk és segítenek, mert baj van nálunk, nagy baj van, és vártuk, hogy jöjjenek, mert tudjuk, hogy maguk nem akarják elfoglalni Erdélyt, ahogy mások mondják, és csak segíteni akarnak, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak, és hoztak élelmiszert, meg gyógyszert, meg szóval mindent, amit ön éppen most mire gondol? Hogy nagyon szépen köszönjük maguknak mindent, hogy segítenek, és hogy itt vannak mellettünk, és mindent. Ha most lehetne három kívánsága, akkor mi lenne az? Hát az első nekem az lenne, hogy a feleségem mellett legyek, mert az én feleségem Pesten van az egyik fiammal, a kisebbik fiammal, a másikkal meg itt vagyok, a nagyobbikkal. Ez lenne az első, hogy együtt lenne a család. A másik, hogy lenne egy, hogy mondjam, egy új Európa, hogy ne legyenek határok, hogy végre legyünk szabadok, meg szeressük egymást, mert ezt akarja mindenki itten. És a harmadik az, hogy remélem, hogy fog sikerülni minden nálunk, és hogy kérem, hogy jöjjenek mások is ide segíteni, magyarok, oroszok, amerikaiak, mindegy, csak jöjjenek, mert bajban vagyunk. Állítólag azt mondják, hogy vannak valamilyen líbiai terroristák, meg iráni terroristák, és segítik a folt Ceausescu rendszert. A kérdésem öntől ugyanez. Mi lenne a három kívánsága? Nem tudom, mind a háromra azt gondolom, hogy itten elrendeződjön minden, és jobban legyen. Mi az, ami a legelőször el kellene, hogy rendeződjék itt a megyei kórházban? Itt a megyei kórházban, hogy minden sebesültet el tudjunk látni, akik még jönnek, és hogy legyen nekünk, ami eddig nem volt, sok mindenünk nem volt, és hogy ezek nekünk meglegyenek, ez lenne a legnagyobb kívánságom, hogy el tudjuk látni a betegeket. Sokan el vannak eseredve, nincsenek gyógyszerek, nem voltak eddig és mostan. Jó lenne, ha minden lenne, hogy tudjunk segíteni valóban a betegeken. Most a látogatásunkkal milyen problémák oldódtak meg? Nagyon sok probléma megoldódott. Mostan van egyelőre elég élelmiszer itten, amelyeket mostan kezdünk itten elszortírozni, elosztogatni. Nagyon sok mindent hoztak, nagyon sokat segítettek nekünk ebbe a problémánkba. És köszönjük nagyon szépen maguknak. Remélem, hogy így el tudunk látni mindenkit, és minden jól lesz. Csak egyetlen sebesült, aki tud beszélni, mert a többi szülőszárok vagyunk. És egy meg.
Megígérjük, hogy pontosan. Ön az éjszakának az egyik áldozata. Mi történt pontosan? De mi azt reszentéc, una dintre victimele de noaptea trecută. Ce puteți să spuneți? S-a tras de mai multe părți. N-am văzut cine. Több irányból lőtek, és nem látta, hogy kicsoda lőtt, nem tudja megmondani. Lőttek. Nem mondszerűen. Kérdezem. Emlékezete szerint, mikor kezdődött igazán ez a véres kavalkád? După cumva mintiți, când a început toată treaba asta, sângeroasă? Cam la ce oră? O cam ținut. N-a fost chiar de la început. A venit mai târziu, dar era să trăgea de mai multe părți. Nem tudja megmondani pontosan, több irányból lőtek, ugyanazt mondja, és ő későbben érkezett oda. Hasonló sebesülés, mint ami önnel történt, esetleg súlyosabb, mennyi volt? Reniri ca dumneavoastră, dacă au mai fost sau mai întâmplat cazuri, au mai fost răniți, cum sunteți dumneavoastră și alții? Da, au mai fost. Voltak. Mi az, ami önt arra inspirálta, hogy kimenjen oda és azt tegye, amit tett? Ce v-a inspirat pe dumneavoastră să mergeți acolo și să faceți ceea ce ați făcut? De ce ați făcut asta? Dragoste de dreptate și de libertate. A szabadság és az igazság szeretete azt vitte őtet oda. És a remény, hogy jobb lesz és hogy szabadok leszünk.